Hagyományőrző táncosok nyitották meg a 34. nemzetközi bukovinai találkozásokat. Az események központi helyszíne ezúttal is Bonyhád volt. A szervező kulturális programokkal, hagyományos székely ízek kóstolójával és kiállításokkal várták a háromnapos fesztivál vendégeit. 2015-ben kezdtük, el voltunk kint Székely udvarhelyen, ott láttunk egy ilyen baba múzeumot, és erre fölbuzdulva hazajöttünk, úgy döntöttünk, mert tudtuk, hogy a faluban több ilyen székely baba van, hogy összegyűjtjük őket, és megrenováljuk, és kiállítjuk őket. Én úgy csinálom, hogy ugye egy részét ki mozog. A bukovinai találkozások szervezői nem csak a felnőttekre, a legkisebbekre is gondoltak. Nekik népi játszóházat alakítottak ki. Kukoricát morzsolunk. Ugye ez most régen munka volt, de mi már szórakozásnak fogjuk fel, mert manapság már nem nagyon lehet ilyet csinálni, és végül is nem nehéz. A fesztiválon évről évre több tucat hazai és külhoni hagyományőrző csoport lép fel, akik hónapokig készülnek a bonyhádi bemutatkozásra. Filóné Ferenc Ibolya, a Völcsék fővárosának polgármestere ünnepi beszédében nekik mondott köszönetet, és mindenkinek azt kívánta, érezze magát jól a háromnapos rendezvénysorozaton. Ezen a hétvégén a szívünk érjen össze, s örüljünk annak, ami van. Lengyel, romániai és magyar hagyományőrzők vonultak fel az esős idő ellenére is szombaton délután Bonyhádon. A hagyományos menettáncon idén is több százan vettek részt. 28 csoport vonul föl most, körülbelül bízom benne, hogy mindenkit lesz. És hát végül is ez minden évben megismétlődik, ugye ez a szép szokás, úgymond. Tehát felvonulás tulajdonképpen a város lakosságának szól, a környező településeknek, azok, akik ugye eljönnek, és itt is megnézik a csoportokat. Tehát ez egy ilyen szép kavalkád, ami végül is úgy gondolom, hogy nem csak nálunk honos, hanem ahova szoktunk menni, ott is hasonló módon volt, amikor kilométereket mentünk. A menettáncot követően szombaton is egymást váltották a fellépők a színpadon. A szervezők sorához idén a Bonyhádi Önkormányzat és a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége mellett a Magyarság Háza is csatlakozott. De én azt látom, hogy a hagyományos programok, az utcai felvonulás, a péntekesti találkozások, a szombati, szabadtéri színpadi előadás a legnépszerűbb ma is. Köszöntő beszédében Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Bonyhád és térségének országgyűlési képviselője arról beszélt, a székely kultúra ma is él azoknak a fiataloknak köszönhetően, akik évről évre fellépnek a fesztiválon. 97-ben döntöttünk először úgy, hogy csatlakozunk ehhez a nagy fesztivál folyamhoz, majd utána 99-ben és 2000-től pedig gyakorlatilag minden nyáron, a Covid alatt nem, de azon kívül minden nyáron itt voltunk augusztus elején, együtt ünnepeltük a valaha Bukovinában élt és most is ott élő népeknek a kultúráját, seregszemléjét, hiszen ez nem csak a bukovinai székelyeknek az ünnepe, elsősorban ezen a tájon a mi ünnepünk természetesen, hanem a bukovinai népeknek az ünnepe. A fesztivál Bonyhádon szombat éjszakáig tartott.